Bár Magyarországon a sport még nem tölt be annyira központi szerepet az egyetemi életben, mint más országok intézményeiben, ennek ellenére a PTM mindent megtesz azért, hogy sportolóit támogassa. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora az intézmény olimpián és paralimpián résztvevő diákjait köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az egyetem büszke arra, hogy az elmúlt 2 évben elnyerte a Magyarország legsportosabb egyeteme címet, ami az élsport támogatásának is köszönhető. Büszkék vagyunk azokra, akik kijutottak, ez önmagában is egy fantasztikus teljesítmény, hogyha valaki kijut egy olimpiára. Nagyon kemény munka, és hát tagadva, nem tagadva, tehetség szükséges ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Voltak, akik a várakozásnál jobban, voltak, akik a várakozásnak megfelelően, és voltak, akik egy kicsit csalódottan a várakozás alatt teljesítettek, de mindenkire egyformán büszkék vagyunk. Erről szól a sport, és hát bátorítjuk is hallgatóinkat arra, hogy nem csak a mindennapok sporttevékenységében vegyenek részt, hanem ha lehetőség van rá, és tehetség és kitartás is adódik, akkor az élsportban. Lengvárszky Attila, a PTE Oktatási Igazgatóság igazgatója beszédében kiemelte, a sport nem csak a fizikai egészséget, hanem az emberi kapcsolatok, a tanulás és az értékrendszer fejlődését is elősegíti. A sportolók különböző szakokat látogatnak az egyetemen, egészen a szabadbölcsészettől a mérnökinformatikusig. Bocsa sportárban indultam egyéni számban, és 11. helyezést értem el. Edzőmmel nemrég, hát úgymond nemrég kezdtünk el dolgozni, és igazából elsőre sikerült így kijutni közösen, szóval ez amúgy fantasztikus. Az eredmény lehetett volna jobb, nem sokan múlott, hogy bejussunk a top 8-ba, mert ez volt a célunk. Hát ez most így alakult. Mérnök informatika szakra járok, most vagyok a 7. fél évenben. Igaz, hogy csúszok, de lassan haladok, de biztosan. Hát az olimpián 169. lettem, ott pont 400-addal maradtam el a döntőről sajnos, de a 400-as gyorsváltóban 8-ak lettünk, úgyhogy arra büszke vagyok. A diákok köszöntő ünnepsége egy jó hangulatú állófogadással zárult.